mindenképpen rajzolni szerettem volna megtanulni. Tehát nem egy ilyen élményfestő akartam lenni, aki színezget és rajzol, és valamit meg tud mutatni majd esetleg bárkinek, hogy ezt én csináltam és büszkén elemezheti ezt a dolgot, hanem én a tudást akartam elsajátítani, tehát én mindenképpen rajzolni akartam tudni, festeni akartam tudni, és ennek a gyökerei valahol még gyermekkoromban vannak. Hát az életemet olyan szinten választotta meg, hogy gyakorlatilag beépült a mindennapokká, vagy a mindennapi rutinokba, ahol tetszik. Ha nem is rajzolok minden nap, de gyakorlatilag folyamatosan jelen van az életemben. Nem csak az, hogy rajzolok és festek, nem csak az irodalom, hanem akkor is, amikor csak járok, kelek az utcán, gyakorlatilag észreveszek valami tereptárgyat, vagy egy objektumot, észreveszek egy tájképet, észreveszek egy festményt, vagy elemzem, hogy úristen, hogy csinálhatta meg, hogy ragadhatta meg egy festmény az adott objektumot, vagy az adott témának a lényegét, milyen technikával készítette el, hogyan csinálhatta. Tehát gyakorlatilag, hogyha nem is effektíve, nem is a művészeteket gyakorlom a mindennapi életben, mindig is benne van, és mindig jelen van az életemben. Gyakorlatilag folyamatosan végig kísér, mindig szem előtt tartandó. Hát most már büszkén mondhatom, hogy több önálló kiállításon vagyok túl, most már több pályázaton vettem részt, ez egész úgy kezdődött, hogy akkor, amikor már úgy éreztem, hogy ezekkel a festményekkel és azokkal a rajzokkal, amiket megtanultam tőletek, vagy megtanultam a Váradáknál, és azokat továbbfejlesztve saját magam is megpróbálom kialakítani a saját hangomat a festészetben, ezek után kezdtem el pályázni. A pályázatokon keresztül jutottam el olyan helyekre, ahol azért több vegyes kiállításon már szerepelhettem. És eddig eljutottam odáig, hogy most már gyakorlatilag, ha minden igaz, akkor a május 8-a környékén fog megnyílni a következő kiállításom, önálló kiállításom, ami már immáron a sorozatban a 6., ha jól számoltam. Akkor kezdtem el tematikusan foglalkozni a festészettel és a rajzolással. Ekkor találtam rá a Valdorátra, gyakorlatilag az interneten találtam rá. Ott kezdődött az egész építkezés ezen a művészeti úton. Akkor még a grafikával, aztán jött a szén, a pasztel, a pasztelkrét, a pasztelceruza, akvarelceruza, ami nem áll túlságosan közel hozzám. Aztán a pasztelkréta, az akrilfestés, akvarelfestés is belekóstoltam. És igazából igyekszem, a vegyes technikákat is nagyon szeretem, bár ami most már igazán a pasztel is, ami nagyon letisztult számomra, az most már a festészet, az akril, olaj. Hát ti vagytok a legjobbak, hát nyilván azért járunk hozzátok. Hát. Ezt is belevághatjátok.